Jövök. Hellóka! Szevasz! Kikkel bandáztál? Hát, azt ne tudd meg, hogy kik voltak a haverok. Hát figyelj, Pongrásztelep, Hős utca, hát a bitangok. Tehát én ezekkel nőttem fel. Engem is kergettek a rendőrök, elmentünk lopni a közérbe, meg ilyen gyerekként. Ez egy dolog, hogy mindenhol zenéltem. Azért szerettek, mert hogy énekeltem, tetszett mindenkinek, hogy énekeltem, és akkor jöttek. És ugye hát... De privát bulikból is elhívtak? Igen. Hogy dobálták a 20 000-eseket? Igen. Nagyon sok ilyen voltam, és hát figyelj, gyakorlatilag én jól éltem abból az időszakból, mert figyelj, azoknak az embereknek, ezeknek a mafiózó embereknek sok pénzük volt. És ezek nem sajnálták a pénzt. Tehát elmentünk és szórták a pénzt rá. Meg a sztár Kökény Attila. Ugye ez bárhol a világon, ez annyira kemény. Mi van a torkodba, amikor Arankával megismerkedtetek? Akkor te éppen mit csináltál? Éjszakában zenéltél? Aha. Szemet vetettem rá, mondtam neki, hogy haza kísérhetem. Mondta, hogy igen, és megkérdeztem, hogy van egy felesleges ágyad. Ne! De, ilyen rossz vakerről. És mondta, hogy nincs. És mondtam, hogy jó, akkor találkozunk valamikor, és akkor randiztunk egy pár alkalmat. És utána lett egy felesleges ágya. Voltak ilyen hullámvölgyek az életünkben. Én kimaradoztam, reggel jártam haza, ez az amaz nem tetszett, akkor ment a veszekedés. Akkor volt, mikor néha-néha így összepakolt, elköltöztem egy-két napra, visszamentem. Hát anyámhoz, hova? Hát de ő soha nem költöztél. De, hogy költöztem, nem volt nekem senki rajta kívül így. Tehát, hogy érted, hogy mióta vele vagyok, az gyakorlatilag mi azon veszekedtünk csak, hogy én ittam. De az egészséged is ráment volna arra, ha nem térsz meg? Mm-hmm. Ráment volna? Mi pedig? Aki iszik 30 éven keresztül vagy 40 keresztül, lehet büntetlenül csinálni valami? Lehet? Nem lehet. De a megtérés előtt mennyire ittál? Hát minden héten. Csütörtökön már izgultam, hogy mikor lesz péntek. Hogy tudjak menni innen. Beköltözve Hajdú Péterhez. Premier pénteken 19 órakor a Frisbee TV YouTube csatornán.